Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, az önkormányzati perceket látják. A mai adásunk középpontjában a nemzetiségi önkormányzatok támogatása lesz. Köszöntöm a stúdióban a témával kapcsolatban Fúsz Tivadar alpolgármestert. Jó estét kívánok. És ugye az önkormányzatok éves költségvetéséből el van különítve egy rész a nemzetiségi önkormányzatok támogatására. A 17. kerület esetében ez mekkora összeget jelent, és milyen módon van ez elosztva? Minden évben támogatjuk a nemzetiségi önkormányzatainkat. Ugye most ebben a ciklusban a legtöbb önkormányzatunk, nemzetiségi önkormányzatunk, 10 nemzetiség van a kerületben, és mind a 10-nek sikerült nemzetiségi önkormányzatot létrehoznia. Az önkormányzatok támogatására 5 millió forintot különítettünk el a költségvetésünkbe, ennek az elosztása pedig lenne pályázat útján történik. A pályázat elbírálásában részt vesz a Rákosmenti Erőforrás Bizottság, illetve a frakciók delegátjai. El tudom mondani körülbelüli számokat, hogy idén hogyan nézett ki ez az elosztás? Hát ugye a kerületben hagyományos nemzetiségek a német és a szlovák, ők a legnagyobb lélekszámúak, ők azok, akik a legtöbb embert képviselik Rákosmentéről, de természetesen a lengyel nemzetiségi önkormányzatnak is sok tagja van, illetve nemzetiséghez tartozóan többen vannak Rákosmentén. A többi kisebb nemzetiség az néhány tíz fős, úgyhogy ennek mértékében, vagy ennek arányában osztották el a bizottság tagjai a pénzeket, illetve tettek javaslatot a testületnek a pályázati pénz elosztására. Legtöbbet a német nemzetiségi önkormányzat kapta, hiszen nekik egy nagyszerű nemzetiségi tagozatuk is működik, egy oktatásuk működik az Újlap utcai általános iskolában. A második helyen a szlovák nemzetiségi önkormányzat végzett, ha ilyen rangsort fel lehet állítani, tehát ők kapták a második legtöbb pénzt. És a harmadikat a lengyel nemzetiségi önkormányzat, hiszen a lengyelországi Krosznói járással van egy testvérvárosi kapcsolatunk, és nagyon gyümölcsöző ez a kapcsolat, rendszeresen jönnek ők is, vendégül látjuk őket, mi is megyünk különböző művészeti csoportokkal, sport egyesületekkel, különböző rendezvényekre, tehát ott nagyon élénk a program, és természetesen még a horvát nemzetiségi önkormányzat is kapott, ami egyébként egy friss nemzetiségi önkormányzat, az előző választások óta van a kerületben horvát nemzetiségi önkormányzat. Hogy ezt el lehet mondani, akkor az elbírálás milyen szempontok alapján zajlik? Mondok mondjuk egy példát, hogy mennyire aktívan működnek a kerületben? Természetesen, tehát a legfontosabb az, hogy egy olyan kapcsolat legyen az anyaországgal, amelyik sok programot és minél több embert kerületít, és az anyaországbeli embereket mozgatja meg, hívja össze ezekre a programokra. Tehát nálunk ugye, ahogy említettem, a két legnagyobb a német és a szlovák. Nagyon sajnálom egyébként, hogy pont ennek a két nemzetiségnek nincsen anyaországbeli kapcsolata, és rögtön utána következik a lengyel és a horvát. Ugye a lengyeleknek hagyománya van, Rákos Csabán, ugye annak idején a háborúban lengyel tiszteket menekítettek, és innen van egy hagyomány a lengyel-magyar barátságnak és a Rákos Csabai és a lengyelországi kapcsolatnak. Van lengyel-magyar baráti kör is, Rákos Ligeten is működik ilyen, de Rákos Csabán, ugye ott van a közösségi ház mellett egy emlékhely is kialakítva, és a lengyel nemzetiségi önkormányzat rendszeresen szervez, ahogy mondtam már, programokat a Krosznói járásba, és fogadunk a Krosznói járásból delegációkat, ahogy mondtam, művészeti csoportokat, vagy éppen sportolókat. És a másik ilyen nagyon aktív testvérvárosi kapcsolathoz fűződő az a horvát, Lovrán a testvérvárosunk, és onnan is művészeti csoport, például most a kórus találkozóra érkezett már az ottani Lovor nevű kórus, amelyik ugye a levendulát jelenti, tehát a levendula kórus érkezett most hozzánk a pünkösdi kórus találkozóra, és léptek fel nagy sikerrel. És ha már említette Lovránt, akkor ugye nyár folyamán is el fognak oda látogatni, milyen célból? Igen, a városnapok náluk tavasszal vannak, legutóbb éppen a városnapokon vettünk részt. Ez most egy kicsit ilyen búcsúzás, meg elköszönés jellegű volt, mert a választások Horvátországban, az önkormányzati választások, azok most zajlanak a napokban, és az itteni, vagy az ottani vezetés az nem kívánta magát jelöltetni újra, tehát most az ottani polgármestertől, tanácselnöktől köszöntünk el a városnapok alkalmával, és természetesen vittük a kerület jó kívánságait, és egy kis ajándékot, kis bort, egy kis finomságot a helyieknek. Most ők érkeznek, ugye, vagy érkeztek a kórus találkozóra, és minden évben, most már hagyomány nagyjából 3 éve,
hogy június elején egy kerületi művész látogat ki Lovránba, és az ottani kiállítóházban, a Laurus Galériában állít ki, és most is majd június elején ide készülünk. Ugye a kerületnek nagyon jó a kapcsolat a testvérvárosokkal, hogyha ki lehet emelni, bár lehet, hogy nehéz lesz egy vagy két dolgot, mi lehet a legfontosabb, amit meg lehet egymástól tanulni? Én azt tudom, hogy a kultúrák sokszínűsége az nagyon fontos. És az, hogy mi európai nemzetek ismerjük, az egymás mellett élő európai nemzetek ismerjék egymás kultúráját, ugyanakkor természetesen a mi testvér településeink azok azért ennél mélyebben gyökerező történelmi hagyományokkal is bírnak. Ugye köztudottan, közismerten a magyar-lengyel két jó barát, és itt akkor nem is kell folytatnom, mert mindenki magától értetődően tudja folytatni ezt a mondatot. Ugyanakkor a lengyel kapcsolat mellett a horvát kapcsolat is nagyon fontos, és Lovrán, az tulajdonképpen bár sosem volt a monarchia része, de nagyon-nagyon ott a monarchia határán húzódó fekvő kis település. Tehát ha azt nézzük, hogy testvérvárosok, akkor mi egy kicsit a Kárpát-medencében gondolkodva, kicsit talán a régi Nagy-Magyarország területén gondolkodva, ezek a városok ott vannak ebben a nagy Kárpát-medencei valamikori Nagy-Magyarország területén. És gondolom, hogy egymásnak segítséget is lehet nyújtani, akár hosszútávú fejlődés szempontjából. Itt inkább az, hogy közösen tudjuk megtalálni helyünket az Unióban. Ez most a legújabb kihívások. Ugye Horvátország kicsit később csatlakozott az Unióhoz, mint Magyarország. Már akkor, amikor ők a csatlakozáshoz közelítettek, amikor már Horvátország csatlakozása egyértelmű volt, akkor szívesen vették, hogyha mi elmeséljük nekik, hogy hogyan lehet pályázatokon részt venni, hogyan tudnak uniós pénzekhez jutni, de őket is érdeklik azok a fejlesztések, amik nálunk történnek, és mi is érdeklődve figyeljük az ő fejlesztéseiket. Nagyon jó az, hogy különböző városok, tehát ugye itt Rákosmente a legnagyobb, hogyha azt nézzük a testvér települések között. Lovrán egy kicsi 2000-2500-as település, lélekszámú település. A Krosznói járás, ha már így járási szinten nézzük, akkor nagyjából akkora, mint Rákosmente. Ha csak Krosznó városát nézzük, akkor ő is kevesebb lakosú, mint Rákosmente. De mind eltérő adottságokkal, eltérő problémákkal, és néha mégis ugyanazokkal a problémákkal. Mert a csatornázás, az utak állapota, ez minden egyes városban szinte ugyanaz. És itt is tudunk azért egymástól tanulni, és azt is jó látni, hogy Horvátországban a Sziklában is lehet csatornát építeni, de mondjuk az útépítése, mivel sem könnyebb Lengyelországban, mint mondjuk nálunk. És ezek mind, amellett, hogy ezeket megbeszéljük, akkor utána jönnek a kulturális kapcsolatok. A diákok találkozói, a különböző nemzetiségi együtteseknek a bemutatkozásai. Tehát nagyon jó egy-egy ilyen találkozás alkalmával látni a magyar nemzeti kultúrát megjeleníteni Horvátországban, vagy éppen Lengyelországban, és onnan, hogyha jönnek a művészeti csoportok, akkor itt a mi kedves rákosmenti polgáraink tudják megnézni, és nagyon közvetlen kapcsolatot tudnak akkor a nemzetiségekkel, és így a lengyelekkel és horvátokkal kialakítani. Érdekes és egyben jó hallgatni is ezt a fajta közös teherviselést. Ha már a diák találkozót említette, akkor ugye Sajó Keresztúron volt a Keresztúr diák találkozó, ahol ugye kerületünk két csapata is részt vett. Igen, ez egy másik vonal. Tehát azt gondolom, hogy van a testvérvárosi települési vonalunk a különböző külföldi testvértelepüléseinkkel, és egy nagyon szép és ennél kicsit nagyobb és szerteágazóbb a Keresztúr nevű települések szövetsége. Aki figyelemmel kísérte a tavalyi Keresztúr találkozót, amit itt rendeztünk Rákosmentén, vagy az azt megelőző hármat, mert ugye ez most már negyedik találkozó volt, az már nagyon jól tudhatja, hogy a Keresztúr Szövetség az két településnek az egymásra találása, Balaton Keresztúr és Bodrog Keresztúr egymásra találása volt. A nagy bodrogi árvíz kapcsán ajánlott föl segítséget Balaton Keresztúr, és így került egymással kapcsolatba a két település. És ahogy a árvizet követő évben megtörtént az első találkozás a két település résztvevőivel,
ott elhatározták, hogy létrehozzák a Keresztó nevű települések szövetségét. És egyre több keresztúrt fedeztek fel a Kárpát-medencében, egyre több keresztúrt szólítottak meg, míg a végén most már egy tényleg hatalmas családja van a keresztúroknak. A találkozókon rendszeresen 25 körüli település vesz részt. Nálunk is 25 település volt itt a tavalyi év folyamán. Idén Sajó keresztúron lesz egy kis település vállalt a Miskolctól, nem olyan nagyon messze lévő kis település vállalt a magára a rendezés minden nyűgét, baját és örömét. Mi ugye ezt már megéreztük, és megtanultuk, és megszenvedtük, és nagyon boldogok is voltunk, amikor szerveztük ezt, de ez egy kis településnek mindig sokkal nehezebb. És az is most már egy hagyomány, 8. alkalommal rendezzük meg a diákok találkozóját. Hiszen, ahogy az a testvérvárosi kapcsolatokban is nagyon fontos, ugyanúgy a keresztúri kapcsolatokban is nagyon fontos, hogy ne csak a felnőttek, ne csak mi városvezetők találkozzunk, hanem a diákok, a fiatalok. Hiszen valamikor nekik kell majd átvenni a stafétát, tehát nekik kell majd továbbvinni ezeket a kapcsolatokat, úgy a testvérvárosit, mint a keresztúr szövetségnek a kapcsolati rendszerét. Tehát 8 éve vannak diák találkozók, általában ugyanaz a település rendezi a diák találkozót, aki a általában augusztus közepén lévő nagy találkozót, de erre májusban kerül sor, hiszen akkor van még az iskolai idő és a gyerekeket akkor tudjuk erre mozgósítani. És igen, ahogy ez már elhangzott, a kerületet két iskola kis csapata képviselte, a Kőrösiből érkezett egy 3 fős csapat, és az Újlak utcai általános iskolából most már sokadik alkalommal az újlakosok kint vannak ezeken a versenyeken, és itt kell megköszönnöm Sósné Hajdú Mártának, tanárnőnek a közreműködését, hiszen most már évek óta ő készíti fel az újlakosokat, nagyon nagyszerű eredménnyel. Ez most sem volt másképp, hiszen a diák találkozón most Sajó keresztúron 2. helyezést ért el az Újlak csapata, és akkor el is mondom, hogyha szabad a 3 fiatalnak a nevét, Bokros Eszter, Everling Sámuel és Dénes Boldizsár volt a tagjának a nagyszerű helyezést elért csapatnak, a rendező település mögött lettek 2., ami tulajdonképpen 1. helyezéssel ér föl, mert azért a helyzeti előny mindig a rendezőknél van. Gratulálni nekik innen is, és kívánom, hogy továbbra is ilyen gyümölcsöző legyen ez az együttműködés. Köszönöm szépen a beszélgetést. Nagyon szívesen, és köszönöm a lehetőséget. Önöknek pedig a figyelmüket köszönöm, meg tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!